Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja. Vereséggel mutatkozott be a magyar labdarúgó válogatott a Németországi Európa-bajnokságon. Az A csoportban, az első fordulóban, a Kölni mérkőzésen Marco Rosszi csapata 3-1-re kapott ki Svájctól. Nem indult jól a találkozó a magyar csapat számára. Az első félidőben lényegesen jobban játszottak a svájciak, Duá gólt szerzett, ami elsőre lesnek tűnt, még az első negyed órában Lang volt az, aki egy kicsit beragadt, ki kell emelni előtte Ebiser passzát. Duával kapcsolatban pedig azt, hogy rá kevesen számítottak a kezdő 11-ben. A 27 éves csatár a bolgár Ludogorecban játszott az előző szezonban. 13 gólt és 5 gólpaszt jegyzett. Ő volt a meglepetésember, de Jakin jót húzott az ő csapatba állításával. A 20. percben egy ziczert kellett védenie Gulácsi Péternek, vállal tudta kitolni Várgász próbálkozását, aki egy az egybe került vele már. Az első magyar lehetőség a 40. percben volt, akkor Szoboszlai szabadrugására Orbán érkezett, könnyen lehet, hogyha a hálóba talál a védő, akkor Lesmia térvénytelenítette volna a találatot Slavko Vincsics játékvezető. A 45. percben pedig kapott még egy gólt az első félidőben, a magyar csapat, akkor Ebiser, aki az első gólnál gólpaszt adott, távolról a 16-oson kívülről talált be Gulácsi kapujába. Ahogyan Duának, úgy neki is ez volt a svájci válogatottban az első gólja, amit szerzett. Egyébként hozzá kell tenni, hogy a magyar kapus nem tehetett a gólról, próbált nyújtózkodni, de nem ért oda a nagyon jól helyezett alsó sarokba tartó lövésre, és ráadásul Gulácsi túl sokat nem is látott a labdából a lövés előtt. A második félidő sem kezdődött túl jól, duát találhatott volna be mindjárt a szünet után ismét. Gulácsinak sikerült védenie előtte, már Szalai Attila is hibázott egy jókorát, de aztán szép fokozatosan feljavult a magyar csapat. A 63. percben már volt egy Varga Barnabás fejes, ami jelezte, hogy van ok, reménykedésre. Három perccel később pedig egy újabb vargabarnabás Barnabás fejes, ami már a hálóban kötött ki, Szoboszlai adta a gólpaszt, ezzel kettő egyre alakult az állás, egyébként azt az Ebisert előzte meg a fejesnél Varga Barnabás, aki gólt és gólpaszt is adott korábban. A 80. perc után már állandósult a magyar fülény, addigra Márko Rossi is többet cserélt a csapatba. Jött Kleinheisler László, aki remekül szállt be, de Ádám Martin is hozta a szokásos erőszakos játékát de a végén mégis a svájciak ünnepelhettek ismét. A 93. percben Zommer kirúgását Orbán odafejelte középre, egyenesen a szintén csereként beállt Emboló felé, ő pedig nem hibázott és kialakította a 3-1-es végeredményt. Ettől függetlenül reménykedésre vanok, ok, hiszen a magyar válogatottnak voltak egészen jó megmozdulásai, különösen a második félidőben nem lesz egyszerű a folytatás, hiszen Németországgal játszunk, amely a nyitó mérkőzésen Münchenben 5-1-re páholta el Skóciát. Ne felejtjük, hogy az Európa-bajnokságon akár egyetlen győzelem is elég lehet a továbbjutáshoz. Meglátjuk, hogy ezt hol és mikor sikerül összeszedni, mert mi töretlenül bízunk abban, hogy ez összejön. A folytatásban pedig kibeszéljük azt, hogy pontosan mi történt szakmai szemmel ezen a mérkőzésen. Szekeres Adriánnal elsősorban most a magyar mérkőzésnek a tapasztalataira fogunk koncentrálni, és arra, hogy vajon mi volt az, ami nem működött az első félidőben, mert azt kár lenne tagadni, hogy a szünet előtti időszak az teljesen egyértelműen a svájciaké volt, és nem csak a 2-0 miatt mondom, hanem a játék képe miatt is. Valóban így van, kettő nagyon ellentétes félidőt láthattunk, és egy olyan mérkőzést, hogy ha voltak is fordulópontok, ezeket nem tudtuk a saját javunkra formálni. Visszatérve az első féldőre én három kis szót írtam föl magamnak, az attitűd, a szervezettség és a nyugodt futball. Ez az, ami az elmúlt időszakban a Rossi válogatottjára mindvégig jellemző volt. Most ez nem volt meg, ha egy kicsit kifejtem őket, az a fajta szervezettség, amikor a rossz csapat nagyon jól játsza azt, hogy nincs nála a labda, és úgy tudja kontrollálni a mérkőzést. Én azt gondolom, az elmúlt hónapokban, az elmúlt években ez tökére fejlesztette a válogatott. Most ez nem volt meg, ez a, ez a szervez, ez a szervezettség a labda nélkül, illetve a nyugodt futball, ami szintén jellemző lett, kapustól elkezdve, Gulácsi Petinát a védelem, rengetegszer láthattuk ezt a csapatot, hogy a saját tizatosan passzolgatunk. Bocsánat, azt nem érezted egyébként már abban a pillanatban, és ezt tudom, hogy nem annyira taktikai vagy edzői dolog, hogy a vártnál, vagy talán a kelleténél is feszültebbek ezek a magyar arcok. Tehát, hogy az, ami tegnap arról beszéltünk, hogy a német válogatotton látszott az a felszabadultság, az az első pillanattól szerintem nem volt a sajátja a rossz csapatnak most. Nem, és ez nagyon ékes példa volt ott a a játékos kiáróba, hogy elhúzódott nagyon ez a, ez a kis mulatság a mérkőzés előtt, ez ünnepség, felvezetés, ott nagyon feszült arcokat lehetett látni. Valóban így van, és idehoznám ezt az attitűdöt, ami a magyar csapatra jellemző volt, hogy többen átlag fölötti teljesítményt nyújtanak, ezáltal magába húzzák az összes többi játékost, kicsit ilyen csigszent Mihály Flow érzése, és most ilyen pillanatban az első féldőben ez a csoportos flow nem volt meg, ellenben az elbizonytalanodás az megvolt és ezt néhány játékoson inkább látszott, és hozta magával, húzta magával a többi játékost. Talán így tudnám ezt összefoglalni, amit, amit te láthattál az arcokon. És a második félidő, ami egyébként akár indulhatott volna rosszabbul is, mert ott volt egy elég komoly zicser svájci részről, meg hát nem is tűnt úgy, hogy mindent sikerült azonnal kijavítani, mégis szép fokozatosan a magyar válogatott játéka feljavult. Mennyire van az összefüggésben azzal a cserével, amit Rossi eszközölt, ugye langádámot hozta le, Fiola került a hátsó hármasba, és a jobb oldalon pedig Bolla Bendegúz focizott tovább. Nyilván a támadójátékban kellett előrelépni 0-2-nél, de azt gondolom, hogy a védekezésben is. És én fel is helyeztem, az 53. percben volt végre egy olyan középső zónás labdaszerzésünk Nagy Ádám részén, amikor az a szervezet középfája megvolt, nem voltak nagy távolságok, és még itt nyilván az első idő visszatérve az a második kapott gólunkból rengeteg olyan jelent volt, hogy Akanji föl tudta Csakának passzolni a aki ráforult, és a védőink ezáltal már kiszolgatott helyzetben voltak. Ez egy szervezettebb lett. De utána volt ugye egy kicsit bátrabban följebb ment a magyar válogatott, egy kicsit agresszívabban próbáltak labdát szerezni, és meg volt utána az 57. percben ugye a Varga Barnabás első fejes lehetősége, majd a második. És itt volt egy olyan periódus, ugye a 66. percben jött a gól, amikor, amikor abba bizakodhattunk, hogy ez a magyar válogatott játék a volt, lehezer László beállása is ezt mutatta, kicsit agilisabb lett ezáltal a középpálya is, előrefelé játékban, itt voltak a mérkések olyan pontjai, illetve Ádám Martin beállásával, amikor már kettő játékos volt fönn, és nyilván megtámogatták a középpások is, ami a sok fölhívett labda után egy, egy, lecsorgó labda lesz, össze tudjuk szedni, kapra tudjuk továbbítani a labdát, ezzel amúgy a magyar váltott az egész mérkőzésen próbálkozott, mert a, nem a mostani Burnley, hanem még a korábbi Burnley, nem volt tapasztalat, hogy a félpáró fölévegetnek mindent, most is ezt tette a vágatot, de amikor ilyen fejlő játékosaink vannak, akkor ez abszolút indokolt is. Hát még akkor is, hogyha a másik oldalon azért ott volt Sher és Akanji, akik szintén nem rosszak ebben a tekintetben, még itt elsősorban persze edzői dolgokról beszélgetünk, de kettő középhátvéd megmozdulást azért mindenképpen érdemes kiemelni. Az egyik nem egy középhátvédtől jött, de ugye egy olyan szituáció, amikor Varga Barnavás megelőzte Ebiser, aki egyébként ugye gólpaszt jegyzett, és gólt is szerzett korábban a mérkőzésen, hatalmasat hibázott, ahogy meg tudta kerülni Varga Barnavás a magyar gólnál. A másik, hát gondolom, hogy nem fogsz meglepődni, hogy Zommer kirúgásával mit kellett volna valójában kezdenie Vili Orbánnak, amikor sajnos golpaszt fejelt. Nyilván, ha időrendben megyünk, akkor örüljünk a magyar gólnak. Varga fantasztikus erőssége, és a nála jóval fizikálisabb, termetesebb játékosok mellett ezt meg tudta oldani, zavart tudott kelteni. ez az ő extrája, extra skije. Igen, Vili Orbán rengetegszer bizonyította, vissza tudja a labdát fejelni. Sajnos a lehető legrosszabbkor történt ez, nem tudta megoldani. Sajnos összességben nézve a mérkőzést, azért talán mind a három belső, kezdő belső elmondható, hogy bizonytonság tükrözte az ő játékokat, és ezt pedig a svájciak megragadták, előnyükre formálták, kiasználták. Még a végére egy kérdés, ami szintén az edzőkhöz kötődik, ugye szalai dárdai csere, sárgalap, vagy egyéb okot láttál miatta a második félidőben, Mert azért az viszonylag ritka, főleg egy ilyen szituációban, amikor a belső hármas bontja meg a kapitány, kétszer is egy mérkőzésen, mert ugye említettük már a félidőben a fiola visszahozatalt. Így van, én az első féldőben, ha csak a 45 percet veszem, nem tudjuk az előéleteket, amit már Rossi lát a vágatottnál, nálam Langánál magabiztos volt. Én ott inkább ott is Szalai Attila oldán éreztem bizonytalanságot, és a második fél is úgy kezdődött, ha visszaemlékezünk, hogy meg tudták kerülni, abszolút indokolt volt az ő cseréje, ugye a Dárdai beállásával, de hogyha megnézzük Szalai Attilának az elmúlt fél évét, hogy milyen kevés játékperc van lábában, így viszont abszolút érthető, hogy nem a legmagabiztosabb magasabb teljesítményre képes. Márko Rossi esetében viszont ott, ott lett benne az a bizadalom, hogy amióta Rossi az szövetségi kapitány, szinte mindig játszik Szalai Attila, és egy olyan, olyan teljesítményt hozott mindig, ami átlag vagy átlag feletti volt, ez a mai napon ez nem jött össze. Szóval ilyen téren bele kellett nyúlni már Rosszinak. Ahogyan láthatjátok, nagyon szépen összeöltöztünk Szekeres Adrián. Ahogyan láthatjátok, Ahogyan láthatjátok, nagyon szépen összeöltöztünk Adriánnal, és őt még jó néhányszor hallhatjátok az Európa Bajnokság folyamán. Holnap Kemenes Szabolcs lesz majd edzői szemmel rovatunk elemzője, de Doma is pontosan tudta, hogy mi a dresscode. Ő a mai magyar meccset az egyik budapesti meccsnéző helyszínen tekintette meg. Milyen volt ott a hangulat? A Szabadság nem lehetett panasza a hangulatra, nyilván a korai kapott gól és a hátrány ellenére sem, de amiről a legtöbbet beszéltünk itt a barátokkal az elmúlt hetekben, hogy hol lesz igazán jó meccsnézős spot a városban. És hát a Szabadság tér az egy ilyen hely, mert bár rengetegen vannak, nehéz itt bármiféle helyet találni, de kétségtelen, hogy ettől lesz igazán közösségi az élmény és ettől igazán jó a magyar válogatott meccseit nézni. Úgyhogy ha valakinek nincs meg, hogy hol is nézze ezeket a meccseket Budapesten, akkor jó szívvel tudom ajánlani, a szabadságteret. teret. a szerencsésebbeknek a helyszínt Stuttgartot, ahol a magyar válogatott a következő két meccsét játsza Németország és Skócia ellen. Köszönjük szépen, Domami! Azok között a szerencsések között vagyunk egyébként, akik, ha minden jól megy, akkor látják majd a németek elleni mérkőzést a második fordulóban. De még mindig vissza az első fordulós találkozónkra és a játékvezetői döntésekre. A Bajnokok Ligája döntő bírója, Szlávko Vincsics vezette ezt az összecsapást, és erről is fogunk mindjárt egy kicsit beszélgetni. Ezúttal is Pataki Gyulával, a sportál.hu játékvezető szakírójával. No, hát a legjobban szerintem az érdekel minket, Duszi, hogy most milyen teljesítményt nyújtott a szlovén játékvezető. Szia, Tibi! Köszöntök én is mindenkit. Slavko vincs is úgy vélem, hogy összességében nem kapott egy igazán nehéz mérkőzést. Nem voltak igazán komoly játékvezetőt próbáló ítéletek, de sajnos ahhoz, ahhoz képest, hogy tegnap is háromszor korrigálnia kellett a videóbírónak egy-egy ítéletet, úgy most is volt ilyen szinte rögtön az elején a svájciak góljánál. Igen, és itt már mindjárt, ahogy beszéltél róla még a tegnapi adásban, hogy mennyire gyorsan adta a sárgalapokat például a bajnokok ligája döntőn, úgy most már itt az ötödik percben fegyelmeznie kellett Vincsicsnek, vidmernek adott egy sárgát. Erre mit gondoltál? Én úgy vélem, hogy szerintem ez egy jó ítélet volt. Megfogta vele úgy vélem, hogy a mérkőzést, adható. Ugye itt ugye Kerkeszt föl, és hát volt kettő olyan dolog, ami szerintem azért elég sok ember agyában ott motoszkál, nem biztos, hogy mindenki ennyire indulatoktól mentesen tudja megfogalmazni ezt, mint ahogy most itt én próbálom. Szóval a 88. percben egyáltalán szabálytalanság volt-e az, amit Fiola Attila elkövetett, amiért sárgalapot kapott, és jól gondolom, hogy Jakin, aki szintén sárgalapot kapott a szituációnál, azt reklamálta, hogy ez egy gólhelyzet volt, és piros lapot kellett volna előhúzni a bírónak? Én szerintem Jaki nem azt reklamálta, hanem azt, hogy Vincsics ott akár egy előszabát alkalmazhatott volna, hogyha egy-két másodperccel tovább kivár, de igazából az egy nagyon, nagyon bravúros ítélet lett volna azt ott tovább engedni. Ő szerintem Fiolának adható volt ezért a sárgalap. Tehát akkor szabálytalannak láttad azt a szituációt? Én mert... úgy érzem, igen. No, és hát a másik, ami a legtöbb embert idegesített engem is bevallom, őszintén, az a rengeteg fetrengés, amit a svájciak rendeztek. Azt tisztázzuk, hogy egyáltalán ilyenkor milyen eszközök vannak a játékvezető kezében, mert nyilván nem adhatsz sárgalapot minden olyan játékosnak, aki görcsöt kap a pályán, mert egyszerűen nem ellenőrizheted mindegyiknél, hogy valós-e ez a fájdalom. Pontosan, hát egy játékvezető azért általában nem orvos, nem tudja, hogy most ott pontosan milyen sérülés lehetett, és ha mondjuk éppen mondjuk félrenéz, mondjuk rosszul, rosszul ítéli meg, abból jóval nagyobb alhé van. Itt elsősorban az időbeszámításával tud ez ellen védekezni. Akkor ezek szerint az öt perc elég volt, mert én sokkal többnek éreztem azt az időt, amit itt a svájciak elszórakoztak. Hát igen, 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 de szerintem 5-6 perc volt körülbelül a jogos. Megkezdődtek a küzdelmek az Európa-bajnokság legnehezebbnek vélt csoportjában. A B-ben is, Berlinben Spanyolország és Horvátország találkozott. Ez a két csapat játszotta a Nemzetek Ligája döntőjét egy évvel ezelőtt Hollandiában. Akkor 0-0 után 11-esekkel nyertek a spanyolok. A 28. percig ezen a meccsen sem történt túl sok minden. Azon kívül, hogy Lamy Yamal 16 évesen és 338 naposan. Európa-bajnoki csúcsot döntött, ő lett a tornák történetének legfiatalabb pályára lépő kezdőjátékosa. A 28. percben Morata szerzett gólt a spanyolok csapatkapitánya, a 36. találatát jegyezte a spanyol nemzeti csapatban, már csak kettővel van előtte Fernando Torres, ezzel vezetett 1-0-ra, de La Fuente csapata pár perccel később pedig ismét betalált a spanyol válogatott, akkor Fabián Ruiz volt eredményes, sutáló lába között ment el a labda, Livakovic a horvát kapus itt is tehetetlen volt. Még az első félidőben kialakult a végeredmény és eldőlt a meccs, a rekorder Jamal gólpasszából a Bajnokok Ligája döntőben is betaláló Real Madrid játékos Carvajal állította be a 3-0-ás végeredményt. Volt a korvát a második félidőben, de az eredmény egészen sokáig nem forgott veszélyben. A hajrában aztán volt egy horvát 11-es, amiről érdemes sokat beszélni, mindjárt ezt meg is tesszük. És Pataki Gyulával fogunk sokat beszélni erről az ítélet csomagról, ami ott jött Michael Oliver játékvezetőtől, mert hogy egyáltalán 11-es volt, -e, mert nekem volt egy olyan kameraállás, aminél azt tűnt fel, hogy Bruno Petkovic, mintha a saját lábát akasztotta volna össze, és Rodri nem tudom hozzáért? Ő, rengeteg ilyen szituáció van, és nagyon nehéz megállapítani. Én nekem kicsit furcsánám egyébként, hogyha nem nyújt volna hozzá Rodri, mert ilyen, ilyen esetekben azért Petkovic gyakorlatilag már a kapuba rúgta volna a labdát, én nem, nem hinném, hogy magától a saját lábát rúgja el. De ha meg ez történt, és akkor itt jönnek a további kérdéseim, akkor ugye nem a labda megjátszására törekedett Rodri, 16-oson belüli tiszta helyzet, mert szerintem annak tekintetjük, miért nem kiállítás? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Valamennyire úgy látszik az angol videós úgy érezte, hogy Rodrinak azért mégiscsak volt valami esélye elérni a labdát, de biztos vagyok benne, hogy ha Oliver elsőre kiállítja, a videóbíró helyben hagyta volna. Na hát, és akkor további érdekességek következnek. A 11-est kivétte Unai Simon, de úgy tűnt a visszajátszásból, mintha elmozdult volna a vonalról és ilyenkor esetleg újrarugatáson el lehet gondolkozni. El lehetett volna, de igazából a szabály az, ő, én, nem, én nem, láttam nem biztosan én pont ebből nem láttam olyan kameraállást, amiben biztosan láttam volna, hogy Unai Simon szabálytalanságot követett volna el. Ugye, hogy, a, hogy mindkét lába a vonal előtt lett volna. Igazából az újraülgatás azért sem lehetett, mert Petkovic nem rúgta be a büntetőt. Amennyiben berúgta volna, és akkor rúg, szaladt volna be Perisics, akkor mindenképpen újra rugatták volna a büntetőt. Így a szabály, a 14-es szabály kimondja, hogyha ha nem rúgják be a büntetőt, és a támadó csapat egyik játékosa hamarabb fut be, akkor kifelé jön közvetlen szabadrugás nekem az sem volt teljesen egyértelmű, hogy Oliver ott akkor pontosan mit jelzett, mert mintha lest mutatott volna ez a kézjel, amit, amit ő ott előadott a pályán, az sokkal inkább arra utalt, mint a vonal átlépésére a horvát játékosoktól. Én egyszerűen a közetes szabadrugást jelezte. Ö, lest, azt nem is nagyon hiszem, hogy bárkiben úgy fölmerült volna a pályán. Igen, ugye akkor lehetett volna nyilván, hogyha itt Perisics passzára középen Bruno Petkovic előrébb helyezkedik a labdának, de erről ugye nem volt szó, ezt láttuk a, a visszajátszáson, tehát így érvénytelen volt a horvát gól, és akkor ez egy védett 11-esként kerül be a jegyzőkönyvbe végül is. Elég nagy volt a káosz, szerinted ura volt a helyzetnek azért, Oliver, vagy csak kívülről nézett ki ez ilyen rosszul? Elsősorban, inkább kívülről. Azért a videók soknak volt itt elsősorban nehéz dolgok, hogy több, több mindent megnéz. Először is a 11-est, végig gondolni a kiállítást, utána ezt, hogy Perisics tényleg belépette, és hogy tényleg csak ez volt -e a szabálytalanság. Köszönöm szépen, Gyuszi. Az EB további napjain is fogunk még beszélgetni. Szerintem játékvezető ítéletek lesznek bőven, amik érdekesek maradnak. Én is köszönöm. Bemutatkozott a címvédő, és megszületett az Európa-bajnokságok történetének leggyorsabb gólja, Nedim Bayrami az albán válogatottból nem egész 23 másodperc alatt már eredményes volt, ezzel egy 2004-es rekordot adott át a múltnak, Dmitri Kiricsenko tartotta 67 másodperccel, az orosz játékost Jócskán felülmúlta az albán. Az olaszország-albánia mérkőzés eleje igencsak mozgalmasra sikeredett, részben bájrámi találata miatt, viszont csak 10 percig örülhettek ennek a vezetésnek az albánok, mert a 11. percben Pellegrini beadása után Bastoni volt eredményes, újabb 5 perccel később pedig Barella ismét betalált, ezzel megfordította az olaszoknak a meccset, és már a 16. percben kialakult a végeredmény. Ez azért is történt így, mert az olaszok főleg labdabirtoklással próbálták kontrollálni a mérkőzés további szakaszát. Ettől függetlenül az alvánoknak egy-két lehetőségük akadt még, de az egy gólos olasz győzelem azt jelenti, hogy győzelemmel kezdett az immár Spalletti irányította olasz csapat, és ezzel jó esélye van arra, hogy tovább lépjen ebből a nehéz csoportból, amelyben ugye Spanyolország és Horvátország is ott van. Még a folytatásban pedig arról lesz szó, hogy hogyan tudja felhívni magára a figyelmet egy felnőtt játékos egy felnőtt Európa-bajnokságon. Kópányi Gergely, az MTK vezető játékos megfigyelője a vendégem, és itt az Európa-bajnokság során elsősorban scouting kérdésekről fogunk beszélgetni a különböző napokon. Az első, ami adja magát, hogy létezik-e még olyan, hogy egy felnőtt Európa-bajnokság, ahol profi játékosok többnyire ismertek lépnek pályára, feltűnik valaki? Nem annyira jellemző ez, megmondom őszintén. Az nagyon furcsa lenne, ha úgy tűnne fel gyakorlatilag a semmiből egy-egy játékos, a játékos megfigyelőknek, profi klubok, profi játékos megfigyelőinek, hogy azok mondjuk az elmúlt egy-két szezonban reális célpontok lehettek volna, nem került a radarra, majd most hirtelen az ebén egy-két meccsen rájön az a scout, hogy hú, ezt. Lehet, hogy érdemes lett volna figyelni, és most van is esély a megszerzése, azért ilyen eset e, szerintem nem nagyon van. Ráadásul most már tendenciózus az, nyugodtan mondhatom, az elmúlt egy-két évtizedben, hogyha világversenyekről, LB-kről, vb kről kontinens tornákról van szó, akkor inkább az utánpótlás versenyeken, utánpótlás rendezvényeken e, vannak tömve a lelátók e, scoutokkal, mert hogy az elmúlt egy-két évtizedben, hát ezt ismerjük, nagyon felértékelődött a potenciálnak a szerepe vagy az értéke, és pont ezért van, hogy felnőtt csapatok, tehát nem akadémiai scoutok, hanem felnőtt csapatoknak, első csapatoknak scoutoló megfigyelők is inkább tizenéves korosztályt figyelnek, akár ilyen 16-17 éves korosztályt, mert abból van az az érték, ami egy továbbadással nagyon komoly bizniszt jelenthet egy klubnak. Ja, akkor lépjünk egyel vissza, hogyha egy scoutnak a feladatait összeírod, akkor az a kötelező házi feladatok közé tartozik, hogyha valaki már válogatottba, akár felnőtt válogatottba kerül, azt illik ismerni, függetlenül nagyjából attól, hogy ez melyik tagszövetségnél történik. Hát tulajdonképpen azt azért nagyon fontos megjegyezni, hogy, hogy milyen csapatnak scoutolsz te, és hogy hogy mik a merítési lehetőségek, milyen piacokat tudsz figyelni, mik, mik azok a limitek, amit egyszerűen nem tudsz átugrani. Mondjuk az MB1-es középcsapat státuszt idevéve tudom azt, hogy, hogy milyen játékosok és milyen bajnokságok azok, ahonnan reálisan be lehet hozni játékosokat. Tehát mi sem ismerünk 17 ezernyi játékost, mert azért Ennyire nem jó a memóriánk, még nekünk sem. Egyébként több olyan is, ismerek, akik mondták, meg, meg játékos ügynökök is, hogy, hogy nekem egy bajom van ezzel a szakmával, hogy, hogy nagyon rossz vagyok arcokban és nevekben. Na, hát, akkor te. <laughs> akkor választottál nagyon jó szakmát választottál, de mondjuk itt a, a régióban lévő utánpótlás válogatottakat azért úgy illik ismerni legalább a, nem tudom, most kicsit hasra jutok 60-70 százalékukat. Akkor kicsit lehet, hogy provokatívnak hangzik a kérdés. Nem, nem is számít, vagy nem is fontos egy scout számára az Európa-bajnokság? Hát olyan szempontból, hogy, hogy ezen a nyáron még reális lehetőség legyen megszerezni, nem feltétlenül. De itt is azért igazából ligája válogatja, csak megint átesünk ö, arra az oldalra, hogy mondjuk, ha itt feltűnik egy játékos, az LB-n van egy-két jó meccse, és azt mondja egy Premier League klub, hogy hm, ezzel érdemes lenne foglalkozni, akkor megint nagyon kevés az olyan esetszám, ahol ezek az esetek már nem kerültek dokumentálásra az elmúlt években. Tehát pláne, ahol nagyon kiterjedt uh, scouting hálózatok vannak, uh, ilyen Premier League kluboknál, de mondhatom nagyjából az összes top nincsenek nagyon meglepetések. Akkor ez azt is jelenti, hogy azok az impulzus vásárlások, amiket korábban lehetett uh, tapasztalni vb k EB -k kapcsán is, azoknak az ideje azért most már lejárt itt. Hámez Rodriguez talán az egyik legjobb példa. Nem tudom, hogy James Rodriguez mennyire extra jó példa, mert azért 2014-es vb n robbant be, de, de, akkor már azért volt komoly meccs száma. Nekem, ha visszalapozok a, az emlékeimben, akkor a legelső, akit így nagyjából a, úgy tűnt, hogy a semmiből fedeztek fel a 2002-es vb n ugye Elhadzsi Diouf és a szenegáli menetelés, de hát tulajdonképpen ott vagy az első héten, vagy még a torna előtt, ebben már nem vagyok biztos, bejelentette a Liverpool, ugye, hogy leigazolja, de nem Afrikából, hanem a Lanzból, ahol neki már volt egy vagy két francia első osztályú szezonja. Tehát én azt gondolom, hogy az utolsó húsz évben nem nagyon vannak ilyen semmiből berobbanó emberek. A mai műsort pedig egy rendkívül szomorú hírrel vagyok kénytelen zárni. 26 éves korában elhunyt az angol másodosztályban szereplő Milvol Montenegrói válogatott kapusa, Mátia Szárkics. A magyarok elleni utolsó selejtező mérkőzésen nem ő védett a Montenegrói válogatottban, de júniusban még ő állt a csapat kapujában. A család kérésére nem hozták nyilvánosságra a halálokát. Montenegró nem szerepel az Európa-bajnokságon. És holnap is ugyanúgy készülhettek arra, hogy jön az eb harmadik napján a már szokott műsorfolyamunk reggel az ajánló, amit a podcast felületeken találtok, este pedig podcastként és YouTube videóként is meghallgatható, megtekinthető elemző műsorunk következik. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!